Kósz Milán, Lola, Pumped Gabó, Pixa, hallja meg a világ. Ez mi lesz? Nem is tudom, hogy ő él még amúgy, de... Hű! Én egyből arra gondoltam, hogy a f***át veri amúgy. Ha, figyelj! Hát! Yikes! Benne lesz Lola is a klipben? Mármint, hogy a mostani Lola? Ezt a részt szerintem a Pumped Gabó csinálta. Amúgy. A hairstyle-t. Figyelj! Gabó, gyerünk! Hívhattak volna olyan embereket is amúgy, akik mondjuk esetleg tudnak shuffle-ozni, vagy bármilyen jump style-t tolni, vagy akármit, ami actually működik is erre a zenestílusra. Mert ez, hogy így rázzák a kezüket, ez így nagyon-nagyon goofy. Ez ilyen NPC tánc amúgy, tényleg, ez ilyen generic tánc egy bármelyik játék engine-be. A Roblox movement. Amúgy a Pumped Gabót eddig nagyon bírtam, de most csinált egy NFT projektet, és általában azok nem szoktak jól végződni, szóval... Most kezdjétek el temetni szerintem. Ott a Lola. Actually, tényleg ott van. Bruh. És a Joe R. Junior-t ölelte meg, nem pedig a Kósz Milánt. Hát ez mekkora plot twist a végére. Így most már sokkal jobb volt a videó. BSV, feat by Alex, gondolom, mert az apu az általában by Alex-et jelent. De így adnak ki egy zenét. Márta Alex, igen, szövegíró, ő itt van. BSV, feat apu. Ki az, aki apunak hívja saját magát? Érted még, hogyha 60 éves lenne, akkor meg már nagypapa. De tényleg ez olyan, mint hogyha mondjuk, hogy amerikai lenne, akkor mi lenne a neve? Daddy? Daddy-nek hívná magát? Hajnali kettő, ott a sejtjén, van egy két pesgő. Jaj, mennek a heavenbe. Ahogy nézlek, te vagy itt a pesztő, leparázza ettő, egyszerűen tetsző, gyere velem haza, még csak hajnali kettő. Ez csávok himnusz. A beteg nevem, gyere velem, és én elkapnám a... Azt mondja, tetsző. Egyszerűen tetsző. Este bejön, vele a szex, nagy vibe, fenn a tető. És az a legnagyobb para az egészben, hogy a BSV régen poénból csinált ilyen zenéket. És most már nem. Jaj, haver, az a nagy baj. Túl jó képű vagyok, engem akar az összes csaj. Ébresztő, csürhe banda! Aztán ott tele vagyunk léve. Szex, szex, tudom az az első, mindig az az első, mert a szívem lehet, hogy ma el is visszamentő. Amúgy itt az a formula szerintem a magyar zene világba, music industry-ba, hogy klippekre költünk, albumokat nem csinálunk, mert az felesleges, mert azt úgyse hallgatja senki. Mindenki YouTube-on hallgatja a zenét úgyis reklámokkal, meg letölti YouTube MP3 downloaderrel, meg ilyenek. Tehát Magyarországon még mindig itt tartunk szerintem, és ezeket az embereket meg lehet fogni azzal, hogy van egy szép klip hozzá. Ha a zene szar, a klip az följavítja az embereknek a hallását, ezek szerint valahogy nem tudom, hogy ez hogy működik, de biztos jól működik, mert azért a számok azok ezt mondják. Bár a tankcsapdás dolog ez egy kicsit félrement szerintem. Igazából a negatív reklám is reklám, a dislike-ok azok nálam látszanak, őket nem érdekli. Mondták, hogy nagyon-nagyon nagy a like arány, csak nem látjuk. És így megnéztem, és nem. De így Facebookra ők írták, hogy nagyon sok like van és kevés dislike, de én nem úgy láttam. Havazik, puha ez a felhő. Én arra várok, hogy egyszer csak így mondják, hogy bazzeg, az egészet poénból csináltuk amúgy, és mindenkit beszopattunk, csak így április egy, de így évekig. Ja, hogy a buszsávat használta, hoppá, és megy is utána a rendőrautó. Az gatya. Gondolom, ja igen, civil rendőr. Volt futár, ja, az egy kis faszom motorral pár ezer forintin nagyban volt futárkodok, hogy ne halljak éhen a kormány miatt, és még így tartsam be a szabályokat is, hogy nem megyek át a zebrá motorral, meg ilyenek, hát kapják be a faszomat. Igen, ez társadalom kritika volt most. Halljátok, mennyire nevettem ezen a videón? Majdnem meghaltam. Ó, haver, ezt nem fogod elhinni, mi történt. Nyertünk a lottó. Hanyas találtunk le. Itt a szelvény, nézd meg. Ez egy WC papír. Április boldog! Egy a fenébe! Milyen fura, hogy pont akkor kezdte el ezeket a cringe shortokat, semmikor már kaphatott érte pénzt is, nem? Azért ez kicsit fura, nem? Lehet, hogy csak azért csinálja? Nem? Lehetséges? Nem akarok ilyen rossz indulatú lenni, de lehet, nem? Ez vicces content, ezt nézzétek meg.
A híres neves Nerd Hub Discord szerver. Magyarország egyik leghíresebb Discord szervere több tízezer taggal, aktív közösséggel, csevegőszoba e-mail. Barátnőt keresek, 13 éves, ne legyél idősebb, mert 14 fog. Na ez. Most mutatok egy jobbat. Nagyon-nagyon jó a klip. Nem szoktam magyar zenét hallgatni, de szerintem nagyon jó. Szerintem az old school jobban áll neki, amúgy nem is volt rossz. Nem, az Alsa Luna Mennyország Turiszt, az szerintem nem. Pedig bírom a Botondot is, meg a Lunát is, de nem. Nekem az nem adta. Feltűnően na ne! Ezt nem mondod komolyan, hogy szakította Marics petése az Andi. Hát ne, na ne. Ja nem, április bolondja XD, láttuk a hírekbe, és akkor a bolondok vagytok, elhittétek a kamu híreket. Ha. Ja, várj, a TV2-n nem csak április 1-én mennek kamu hírek, hanem mindig. Basszus, április bolondja. A rajongók azt találgatják, szakította a sztárpár. A szemfülesebbeknek rögtön szemet szúrt, hogy az énekesnő meglepően kedves trap kapitánnyal, míg a többiekkel sokkal szigorúbb. Varázslatos szép péntek reggel kívánok mindenkinek! Igen, szakítottunk! Hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget Tóth Andi péntek reggel. Az énekesnő egy rövid videót osztott meg a követőivel a közösségi média oldalán. Nem mondod? Most ez komoly? Annyit szeretnék azért elmondani, hogy akit szakított, az én voltam. De persze, dobáljátok rám a mert miért is ne? Én nem szeretnék dobálni, én is tudnék dobálni. De hát ez vagyok én. Tűrök! Kúszban! Hogy Andi mit tűr pontosan, arra a videóban már nem tért ki. Wow! Azt hiszem mondtam valamelyik videómba, hogy milyen vicces lesz, amikor majd szakítanak, mert azonnal kirakták az internetre, hogy összejöttek. Egyből. És idáig, ennyi? Hány hónapig voltak együtt? Kettő? Arra viszont célzást tett, hogy a szakítás már egy ideje megtörténhetett. Volt szerelmét ugyanis már korábban megkérte, hogy a Sztárban Sztár élő adásai közben ne lehessen rajtuk észrevenni, hogy már nem alkotnak egy párt. Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kultúráltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról, ugyebár ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is, igyekeztem nem kimutatni. Az már egy ideje szinte mindenkinek feltűnt, hogy a fiatal szerelmesek hétről hétre egyre hűvösebben viselkedtek egymással. Ezek a fotók még a Sztárban Sztár első élő showjának szüneteiben készültek. Na ne! Úristen, srácok, ez nagyon nagy hír, ezt nézzük tovább. Andi és Peti itt még szerelmesen ölelgették egymást. De most már szakítottak ők. És ez nagyon rossz. És ott, aki a tévé előtt ül, aki a Fideszre szavazott, és 30 éve nem szereti a feleségét, és csak a gyerekek miatt van vele, és egész nap iszik. Te ezt nem csináltad már meg. De ők megcsinálták. Legyél Lirik Sándor. De az érintések és romantikus pillanatok hamar megszűntek. És Sándor ekkor írt rá Tóth Andira Instagramon. És küldte el neki a pitont. Megtörtént események alapján. Köszönöm. Hozzátok le ezt is. Legalább annyi igazság alapja van, mint úgy bárminek a TV2-n, amúgy szóval. Nagyon nem vennék észre, hogy én találtam ki. A Valmar Duó tagja például félreérthető megjegyzést tett Gubik Petra előadására. Szerintem az összes szingli embernek elmegy a kedve az élettől, ha ezt a számot hallja, mert megjön a kedve a nőkhöz. De ennyivel még nem ért véget a dolog. Marics Peti Gubik Petra második produkcióját is félreérthetően értékelte. Én remélem, hogy azért nem büntetek meg, ez nem egy csúnya szó, de hogy ez egy orgazmus volt a főnek. Az a tévénézőknek is feltűnt, hogy a két énekes úgy viselkedett, mintha egymást akarták volna bosszantani. Míg Marics Peti Petrát dicsérte, addig Tóth Andit rá... És lehet, hogy csak megszervezték az egészet, hogy utána ebből még több megtekintést legyen, és lehet, hogy csak megírták előre, mert igazából az X-faktor az konkrétan meg van írva előre, az összes ilyen balhé, szóval lehet, hogy a TV2-be is. Igazából a híreket is meg szokták írni,
Szóval igazából lehet, hogy ezt is. Zseniális vagy, és nem tudod hova fokozni ezt, és köszönöm. Sajnálom, hogyha ezt valaki nem látja, mert szerintem az idei évad legjobb felfedezetje vagy. A zsűri tagok között tehát múlt vasárnap már szinte tapintható volt a feszültség, sőt, szemmel láthatóan Tóth Andi azt sem vette jó néven, amikor Lékai Kis Ramona a Valmar Együttes egyik régi videójáról zengett ódákat. Csodálatosak voltatok 15 évesen is, ezt az arcot, ezt a videót, ezt mindenkinek látni kell. Ezután nem csoda, hogy egy neve elhallgatását kérő ismerős a Blicknek elárulta, hogy Marics Peti már el is költözött abból a kertesházból, amit néhány héttel ezelőtt még közösen bérelt. Az énekesnő rendre tudni akarta, hol és kikkel tölt időt a szerelme. A párja viszont képtelen volt tovább elviselni a rá nehezedő nyomást, és besokalt. A Tóth Andi féltékeny volt. Wow, milyen meglepő amúgy a zenéből, nem látszottam úgy, hogy egy, na most hadd mondjam ki, eléggé toxic bitch vibe-ot ad, szerintem. Mondjuk ki. Szóval, igazából teljesen mindegy, de ez miért érdekli az embereket? Ezt nem értem, ezt a bulvárt, geci. A szerelmesek akkor még egy kutyát is vásároltak. Vettek egy kutyát! Ki ezt fog kerülni, a kutya? Szegény kutya. Vajon cicájuk is van, azt is meg fogjuk tudni? Kívülről nézve úgy tűnt, hogy boldogságuk felhőtlen. A Napilap forrása szerint viszont kapcsolatuk már jó ideje nem működött az énekesnő féltékenysége miatt. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván, hogyha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Tóth Andi ebben a videóban azt sem árulta el a követőinek, hogy mi az ő nézőpontja a szakítással kapcsolatban. Hát igen, igen, ez Marics Peti közeli barátja beszámolt róla, és így random ember írt nekik, hogy szia, én a Marics Peti barátja vagyok, de hallgassátok el a nevemet. Konkrétan lehet hamisítani a médiát, vagy mennyire jártak utána annak, hogy ez valóban a Marics Petinek a barátja, mondjuk. De tényleg, hogy ennyire kihasználni a bulvárt, geci. Általában véve én óvaintek minden létező előadót, hogy a nagy nyilvánosság elé vigye a párkapcsolatát. A két fiatal tehetség eset... Na vajon miért? Ezt nem magyarázza el? Ja? Várj, egyértelmű a legtöbb embernek, de nekik nem volt egyértelmű, pedig azért ez nem egy bonyolult leves, csinálnak egy Insta sztorit, hogy a kurva anyádat mostantól utállak, és csá, ennyi, gatya. Nem lehet az, hogy hát igen, szakítottunk, és ha nem működött, ennyi srácok, léci, hagyjatok minket békén. Mondjuk ez sem működne az interneten, mert az internet az internet, ezt ismerjük, tudjuk, hogy milyenek. Ha nézd meg a szegény izét, Ice Blue Birdet, meg Doggy Andit, mai napig b***szatják őket, pedig Doggy Andi megházasodott azóta egy másik emberrel, megházasodott, tehát így, bruh. Nem most volt ez. És még mindig írják a kisgyerekek kommentekbe. Szóval az internet egy nem jó hely arra, hogy így eléjük tárd a kapcsolatodat teljes mértékben. Szerintem az gázos. Arany szabály, hogyha már két ismert ember kapcsolatáról beszélünk, hogy egy közös nyilatkozattal kell a nyilvánosságra hozni azt, hogy a továbbiakban ők már nem egy pár, mert abban a pillanatban ez nem így történik meg. Akkor már kérdezgetik az emberek, hogy akkor mi a másik félnek az álláspontja, és akkor megy a vita. Ezeket megbeszélni előre, és csinálni egy posztot. Ilyen egyszerű lenne, de hát itt ugye értelmes emberekről van szó, adott esetben, de itt most nem, mégse. Ők ezek szerint nincsenek ezen a szinten. Engem tönkretesz, magamat okolom érted, hogy boldogat hegyelek téged, de viselhetetlen a fájdalom, túl sok volt az igen. Bazeg, ez ugyanaz, már ezt ő már megcsinálta. Ez jó szerintem amúgy. Csak a bajom is nem átlagos, szomorú vagyok, hogy másnapos, nem ígérem meg, hogy változok, áldott vagyok és átkozok. Úristenem, hogy boton hallod, mekkorát menne egy Tóth Andi sodilor. Ezt figyeld. De hát azt mondom, hogy ez ugyanaz a zene, fie. Mindig elveszhetek el neked, akkor is, ha engem tönkretesz, magamat okolom érted. De nagyobb büntetés, hogy élek. Barátok közben ő volt az izé ügyvéd, a Nóra, barátok közt Nóra. Holy shit, összeértek a szálak. Az idő már elszaladt, a lelkem a mélyben meg lent ragad. Téged felemészt a magány, miért nem hagyott kettőnknek átadni önmagam. Filteres emlék meg megmarad, lépnél, de a szíved még nem szabad. Hát, hogyha tudna énekelni és nem csak beszélni, akkor ez még jó is lehetett volna, de szar. Én nem tudom, hogy amúgy a Tóth Andinak azért van fülehez, meg lehet hallani, hogy tud énekelni.
ő amikor meghallotta ezt a demót, hogy visszaküldte a Pribelszky, meghallotta az első demót mondjuk, hogy kész, hallgass meg, mit mondott rá? Hogy ez jó? Tehát én, hogyha nagyobb előadó lennék, és ilyen feat-eket raknának alám, hát geci, megmondanám, hogy ember, csinálj már valami jobbat, mi a faszom ez? Bruh, hát ez nagyon nem én vagyok. Gross beat volt rajta, hallottad? Én ugyan nem szeretem a rappet. Azt szinte mindenki tudja. Bocsánat. Tikkjeim vannak. Inger szegény embereknek adom a tikkeket, geci. Egész nap ilyen goofy hangok mennek a fejembe, amúgy bazen nagyon szörnyű így élni. Ilyenek, hogy így... Ez mind egyszerre megy a fejembe, és... Katya. Megnézendő videók szobába, Discordon küldjetek videókat, és megnézzük legközelebb, srácok. Felkiáltójel DC. Csá. Jó éjszakát, csá.